Megkérném Gyuri atyát, hogy fáradjon fel a színpadra. Miről is fog nekünk Gyuri atya beszélni? Könnyen kitalálhatjuk. Szent László tiszteletem Magyaródon. Nagy szeretettel köszöntöm a polgármester urat és a kedves ünnepi közösséget. Hát igen, 20 év, de azért azt megelőztem egy néhány esztendő. Én 1987. július 1-én kezdtem meg Bűdi atya után a papi szolgálatomat itt Magyaródon, első plébánosi állomás helyen volt. Azért hagyj tegyem zárójelbe, hogy Bűdi atyát én kisgyerekkorom óta ismertem, amikor még szadai plébános volt, és ott a Blahai kápolnánál nőttem fel. Édesanyám nagybátyja építette azt a kápolnát, és Bűdi atya járt ki, abban az időben, amikor még nem volt televízió, és döbbenetes, hogy az 50-es évek végén ott bizony, vagy közepe, vége fele még teli templomok voltak vasárnap délután 3-kor, 4-kor. Tehát onnan datálódik a Bűdi atyával való kapcsolatom, és hát így ott a kápolnában ő volt a primíciás szónokom. Na tehát ő nagyon szerette volna, ha ide kerülök kápánnak, aztán nem sikerült, mert közben ő meghalt, és aztán Marosi püspök atya volt az, aki Bűdi atya szándékát, hogy én kerüljek ide, pedig volt 3 önjelölt is. Ugye én nem jelentkeztem, csak elfogadtam a Bűdi atya, illetve így a Marosi püspök atyának a szándékát. Így kerültem ide, júli 1-én. Na hát Kántor atya bevezetett a magyaródi misztériumokba, és mindjárt ugye kérdeztem, hát ugye mi van itt, ugye én is tanultam annak idején a magyaródi csatáról, de természetesen hát ennyi halvány ismeretem volt, hogy itt volt Magyaródon a Szent László csatája, de hogy 1074, meg március 14, hát ez teljesen kimorsodott már az ember agyából. De nyilván egy papi embernek, meg minden olyan felelős embernek, aki egy településen megbizatást kap, kérem szépen, annak úgy a kötelesség azt a közösséget, annak a múltját, az adott helyzeteket fölfogni. És hát nekem nagy segítségemre volt a Kántor atya, meg mások is. És ugye kérde, hát igen, itt láttam ezen a kultúrházon, és a 1974-ben volt ugye a 900 éves évforduló, egy kis márványtáblát, hogy évforduló volt, 900 éves évforduló kapcsán, Kővárba fölmentem, stb. És akkor hát ott volt a templomban Bűdi atya által megfestetett kép, amit a nagyon híres templomfestő, a Takács István mezőkövesdi művész úr készített a falu 900 éves évfordulójára. És ugye azt azért jó tudni a kedves magyaródiaknak, meg mindenkinek, hogy a minor patronusi, tehát a másodpatronusi címet megszerezte a Bűdi atya püspök úrtól, tehát ugye a falu fővédőszentje Szent Mihály főangyal, de a másodpatronos, a második védőszent a Szent László király, és ez nagyon helyes. Így most én vagyok ilyen helyzetben, hogy Szolnoknak a védőszentje Szavéri Szent Ferenc, az 1700-as években a pestis járvány idején nagyon sok település vette védőszentnek Szavéri Szent Ferencet, építettek is egy tiszteletén egy kápolnát, de mivel most nekünk a múlt évben volt egy boldogavatásunk, Boldog Sándor István személyében, aki ott született, így a születése 100. évfordulóján, hát mi is megkapjuk Szolnok városa a minor patronusi patronusként Boldog Sándor István, csak ez úgy zárójelben volt. Na, hát itt vagyok 1987 júliusában, és akkor Kántor atyától kérdezem, hogy Kántor atyát, most ugye tényleg Szent László, hogy akkor ezt hogy csináljátok? Gyurkám, Gyurkám, csinálj már valamit! Hát elmúlt itt, azt mondja, néhány nap ezelőtt a Szent László napja, az semmi nem volt. De semmi. Elénekeltük a Szent László énekeket, és akkor engem ez úgy nagyon megragadott, Kántor atyának ez a, nem is láttam annyira kifakadva, mint éppen akkor, az együttműködésünk során, és ez engem úgy nagyon szíven ütött. És hát igyekeztem tényleg, mondom, mit is lehetne csinálni, bencés hely, és akkor hát kitaláltuk azt, hogy Mári Bestőn volt egy olyan paptestvérünk, a Baranyai László atya, aki fantasztikus misteruhákat készített, és ő vele készítettünk el egy aranyszínű
miseruha garnitúrát, amelyen rajta van egy gyönyörű művészi tűhímzés, és ugye Szent László kezében ez az alapító, a Mogyoródi, ha jól emlékszem, a 11. királyi alapítású bencés monostor, ha jól emlékszem. De ezt majd a Gál Péter úr elmondja. Tehát a kezében az egykori kolostor templom, és hát ezt elkészült. És a Horváth Ciprián bencés atyát hívtam meg, és ez volt 88-ban. Igen. És aztán hát ez már egy a rendszerváltásnak az előszelét értők, ugye kalász, cserkészet mozdult, és hát megismertem Kántor atyának a Szent László énekeit is, és bizony 88 nyarától már mi titokban szerveztük a plébánén a kalászt is, meg a cserkész csapatot is, és a cserkész csapat fölvetel az 1074-es számot, ugye, hogy hát adjunk hangot ennek a Szent László tiszteletnek ilyen módon is. És akkor a következő évben pedig, hát már 89-ben, és itt megköszönöm Miklósnak, Holló Miklósnak, amikor kérdeztem azt, hogy valami engedélyt, vagy ugye a külvármot, hogy a mise, szabadtéri mise. Nem kell, azt mondja, atya, nem kell, nyugodtan csináljátok meg. És akkor számomra az egy döbbenetes volt, mert el volt egy kicsit hanyagolmott az a tér, és akkor az a környező lakosság, vagy az ott élők olyan fantasztikusan összefogtak, hogy sövényt vágtak, szemetet elvitték. Volt olyan pad, amin már nem is volt pad, mert a pad eltűnt valahogy, és akkor valaki elkészítette, tehát egy olyan euforikus összefogás volt itt a magyarok részéről, hogy az bámulatos volt. És a dr. Pogány Péter, hát mind olyan személyeket hívtam, az is egy bencés atya volt, aki egyébként egy tudományos kutató volt, és csak úgy megint zárójelben mondjam nektek, hogy a Ponyva irodalmat dolgozta fel egy ilyen vastag kötegben, és amikor ez elkészült és megjelent, az évkönyve volt. Hát a Péter atya nekem kézvezető volt a primíciámon, amikor a Bildi atya szónokon volt, és ő is kijárt oda Blahai kápolnába misézni. Hát ő volt a második évben mert az volt a gondolatom, hogy a bencés szellemet valamiféleképpen fönntartsuk, tehát, hogy akkor bencéseket hívtam első években, és akkor ott volt szabadtéri szentmise, egy fergeteges, és ha visszemlékezünk 89-re, ez egy döbbenetes, nagyon emlékezetes szabadtéri szentmisénk volt. Gödöllői meg a magyaródi cserkész csapatok fogadalomtétele, méghozzá az országos cserkész, egyik cserkészvezető jelenlétében, a Liptai doktor vezetésével. És hát emlékszem arra, hogy Varga Zoltán piarista, aki a község szülötte, ő mint irodalomtanár egy olyan fantasztikus irodalmi összeállítást állított össze, Arany János Szent László balladáját dolgozta fel, és a magyaródi nagy fiatalok, az ifjítanos fiatalok betanulták. Szent László énekeket vettünk elő, tanultunk meg. Zoltán atya Szent László litániát írt. Tehát egy olyan ilyen euforikus kitörés volt, így szellemi értelemben is, hogy hát ez jó volt ezt átélni, és ma is úgy bennem van annak a szabadtéri misének az élménye. És aztán most már a dátumra nem nagyon emlékszem, de Gál Péter tanárúrra tekintek, jó barátomra, akit én már nem is tudom, hogy, de Tahi Tótfaluban voltál tanár, és az én unokatestvérem ott dolgozott, milyen technikai dolgozó volt, és én nem tudom, hogy minden megismertem Pétert, és kiderült, hogy hú, ha Szent László kutató, és ott elmondta, hogy bejárta egész Nagy Magyarországot, és minden Szent László helyet felkutatott, de mondom, ő az én emberem, ide kell jöjjön, és akkor meghívtam, és emlékszem rá, Miklós, akkor ugye polgármester voltál, ugye, azért ott mellette, egymás mellett ültünk, és az előadásod végén mondta Holló Miklós, hogy atya, életemben nem hallottam még ilyen Szent László előadást, mondom, én se.
Tehát annyira fantasztikus volt, hogy ájuldoztunk a gyönyörűségét, hogy Istenem, micsoda kulturális értünk, mi van nekünk. Csak persze, ugye tudjuk a sajátos magyar történelmünkből, hogy hát ugye a nevekben Bugac Monostor, Pál Monostor, Puszta Monostor, hát Monostor már nincsen, de az Alföldön ott is, ott élek most már 5 éve, annyi minden kincsünk van a föld mélyén, ugye nekem is a préposti címem ott Szolnok mellett van, azt kérdeztem, ott volt egy kiváló kanonok a szolnoki vártemplom, hogy Sándorkám, van meg már, ugye megkaptam a püspökúrtól a tétmonostori címet, de hol van ez a tétmonostor? Azt mondja, hát itt van Szolnok külső határában, 3 méter mélyen a föld felszín alatt. Ez a bajunk, hogy amíg nyugaton ugye megmaradtak a gyönyörű kolostorok, katedrálisok és fantasztikus építmények, nálunk a török hordoltság, meg a tatár, annyi minden tönkre pusztított, meg a viharos történelmünk, hogy alig maradtak meg éppen abból a korból kulturális emlékeink. Na de azért vagyunk és élünk, és ez a legfontosabb, az élő ember. És hát aztán azt követően persze kialakult és kibontakozott a most már 20. évében járó Szent László tisztelet és Szent László hét, és én hát hagy köszönjem meg a kedves rokonomnak. Ez is egy jó konstelláció volt, hogy itt átjöttek a rokonaim ugye Erdélyből, és Katica révén hát összetudtunk fogni, és ez egy roppant fontos, hogy egyház és az a társadalmi közeg, meg politikai erők azért fogjanak össze, mert nem egymás ellenében vagyunk, hanem egymásért, és a közösségért. És én ezt látom, hogy olyan hatalmas értékek vannak mindenhol, és itt Magyaródon is, amiért felelősek vagytok, és kiki maga helyén, és hogy ezeket őrizni, és átadni a fiataloknak. Azért az ember ott érzi, ugye visszatekintünk a táncház mozgalomra is, meg hát ugye Röpői Páva, meg egyéb, ugye most a egyéni ének kategóriában egy szolnoki lány lett az első díjas, a Hanga, Kacsó Hanga Borbála, jól ismerem ezt a 18. évében járó lányt, és hát, hogy énekel, és ahogy megjelennek a mi értékeink, és a táncház mozgalom nagyon-nagyon igazolja azt, hogy a mi fiataljaink nem a hülye vagyok, és vonaglok, nem ez a kultúra. Mint ahogy itt volt ilyen is, hogy minden bántás nélkül mondom, hogy itt ezen a színpadon is, annak idején, igen, Katic előtt ezt akartam mondani, hogy pang, meghúztak egy húrt, és összetörtek egy cserepet. Hát lehet, hogy a vanguard stílusban ez elmegy sokaknál, de itt Magyaródon ez nem ment. Erre nem voltak fogékonyak, hála Istennek, a magyaródiak. De az, ami azóta van, azért az hatalmas érték. És hogy megőrizni, átmenteni, és a fiatalokat rávezetni arra, hogy van értelme annak, hogy a népi kultúránkat, egyházi kultúránkat, azt a történelmi hátteret, amivel rendelkezik ez a település, mert ti nem a világ másik sarkában lévő értékekért vagytok felelősek, azokért az értékekért az ott élők a felelősek. Ti ezekért az értékekért vagytok felelősek, ami itt van, amit az őseitek, az itt élő emberek az elmúlt évszázadokban, 940 év óta itt letettek ebbe a faluba. Eszméletlenül nagy értékek vannak. És ezt kell tovább vinni, például ezzel a mai rendezvényel is, vagy ami elmúlt 20 évben történt, vagy amiben ugye küzdködtök, hogy legyen szép, értelmes, kulturális érték. Ezért nagyon-nagyon-nagyon felelősek vagyunk. Senki sem fogja megcsinálni a dolgainkat, és értékeinket nem fogja megmenteni helyettünk. Ez nekünk kell. És hát engedjétek meg, hogy egy kicsit kitérjek, mert ma el is prédikáltam a délelőtti 2 szentmisén. Pénteken a Szent István Egyetemen voltam egy doktori avatáson. Az egyik unokaöcsém doktor lett, és átadták szépen. És a doktoranduszok, azok mind ott voltak. Aztán öcsém bemutatott egy professzornak, aki egy hívő ember, és úgy összebarátkoztunk, és azt mondja, utána történtek a díjátadások. És rengeteg olyan tanárember, kutató, fontos ember,
aki díjakat kapott, letett az asztalra valamit, nem jött el a díjátadásra. És oda szólt nekem ez a professzor, hogy atya, ezek nem voltak betegek. Itt tartunk, hogy a önmagunkat nem becsüljük meg, az értékeinket, egy intézménynek a megnyilatkozását, hogy kérem, egy egyetemen van egy ünnepség, akik doktoráltak, megkapják a doktori címet, akik különböző tudományos eredményeket értek el, hát át kéne adni a oklevelet, a plaketteket, és nincs ott. Azt mondja, ez botrány, ami ott volt. Szóval egy kicsit a mai lékről, hogy le vagyunk ülve, már semmi, vegetálunk, el vagyunk, és nincs bennünk lelkesedés. Nekem az egyik a teológián, a történelem, meg hát sok minden más tantárgyat is tanított a Petróci atya, azt mondta, kisfiaim, ha a szobába azt akarjuk elérni, hogy 22-23 fok meleg legyen, a kályhába 600 foknak kell lenni. Bocsánatot kérlek, akinek a trombitát kell fújni, akinek a zászlót kell fölemelni, és arra képtelen, és nem fújja a trombitát, és nem emeli föl a zászlót, és nem ad példát, és nem lelkes, akkor hogyan várjuk, hogy akik ember után mennek, azok lelkesek legyenek. Szóval én azt hiszem, hogy újra meg kell találni a mi korunkban és a mi gyerekeinknek is, mert vannak értékes emberek, vannak kiváló emberek, csak ne felejtsük el, hogy a lelkesítés fontos, az értékek felmutatása fontos, és nézzétek, ebben a sorban van benne az, hogy 20 éves a Szent László hét, mi csak egy pár dolgot tettünk hozzá, és én azt hiszem, hogy ez az elmúlt 20 év rengeteg jó dologról szólt, és mint egyházi személy mondom, hogy nem félek a sporttól, nem félek egy kiállítástól, hát minden érték, hát itt olyan emberértékek vannak, amiket ezek a fotók üzennek, hogy erről el kéne elmélkedni, hogy mi volt ott, hogy volt ez, mi van ott a háttérben, kik ezek az emberek. Tehát tessék elhinni, hogy ilyen értékmentés van, és szükség van arra, hogy értékmentésünk legyen, és ha mi éljük ezeknek az értékeknek a megbecsülését, fel tudjuk mutatni, meg rajtunk is meglátszik, akkor állítom, hogy a mai fiatalok is fogékonyak és vevők azokra a maradandó értékekre, amit mondjuk ez a kiállítás vagy a Szent László hét is sugall. Gondolkodni kell, meg kell találni a formákat, az üzenet, és gondolom, hogy Kál Péter tanár úr fog majd Szent Lászlóval kapcsolatban számtalan dolgot elmondani. Én hálát adok az Úristennek, hogy itt lehettem 11 évig plébános, hogy olyan értéket kaptam itt, ami a számomra is nagyon fontos, és azzal a kevéssel, amivel hozzájárulhattam én is a falu hitéletéhez, és kulturális élethez, mondjuk a Szent László tisztelet nyomán és más sokkal egyebekkel, én hálát adok az Istennek, és ez is beépül. És hát szeretettel gondolok Kántor atyára, és aki ennek ugye a hátterében ott volt, mint ilyen indító, mozgató, és kívánom Magyar Úrnak, hogy megköszönve a Magyar Úrdi díszpolgári kitüntetést és számomra újra polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és a Magyar Úrdi kedves ismerősöknek, barátoknak, híveknek, ez mind itt van, és tényleg egymás munkáját megbecsülve, tessék a jövőbe ilyen bátran, teljes szívvel, 600 fokkal, nem egy olyan lengedett állapotban lenni, senki se fogja Magyar Úr dolgait továbbvinni, csak ti Magyar Úrdiak. És azok a gyökerek, amik megvannak, arra lehet, azok az alapok lehet építeni. Jó építkezést kívánok! Szeretném visszakérni még a szót, és szeretném kérni, hogy Gyuri atya jöjjön vissza a színpadra. Köszönteni szeretnénk őket, polgármester úr is, légy szíves. A 20. Szent László hét alkalmából hadd köszöntsük itt mindannyiunk nevében azt a két embert,
aki ezt nekünk megteremtette, megalkotta, gondozta sok-sok éven át, Máté György atyának. És Herman Katalinnak, a Juhász Játszók Művelődési Ház igazgatója. Nagy öröm számunkra, hogy ezt a szép munkát, amit itt átadhatunk, Marosán László készítette el a Mogyoródi csata jelenetét, ami a Krépes krónikában található, egy pasztel kép formájában, és azt hiszem, hogy méltó ehhez a 940 éves évfordulóhoz. Bocsánat, akkor kérném szépen a polgármester urat, hogy maradjatok ti is fent, és mi is szeretnénk a polgármester úrnak. Tehát a polgármester úrnak és a képviselőasszonynak, akik támogatták rendezvényeinket, szívükön viselték a Szent László hét rendezvény sorozat programjait, és nagyon sokat tettek a magyaródi kulturális értékek megőrzéséért, egy ugyanolyan képet átadni. Ugye mi előnyben vagyunk, mert még jobban, meg hamarabb megcsináltathatjuk a képet, mi nem kell senkit felkérjünk rá. Köszönjük szépen. Most pedig felkérném Gál Péter, Szent László kutatórat, hogy fáradjon fel a színpadra, és tartsa meg előadását. Nekünk azért nagyon nagy öröm ez a mai találkozás Szent László kutató úrral, mert ezelőtt 20 évvel ő tartotta az első előadást itt Magyaródon Szent László királyunkról. Tehát ezzel kezdtük a 20 évet, és ezzel fejezzük be a 20 évet. A mai előadás témája Szent László királyunk a magyar nép szívében. Nem, köszönöm szépen, így jó lesz. Hú, kedves feleim, Gyuri atya emlékeztetett arra, hogy 20 évvel ezelőtt valószínűleg elég jól sikerült az előadás, és mondta, hogy a polgármester úr is hát hogy vélekedett erről, és hát most nem szeretnék csalódást okozni. Remélem, hogy most is sikeres lesz. Röviden egy-két lényeges dolgot talán a saját életemből, hogy miért kellett Szent László király nyomába járnom. Talán azért, mert Szent László király napján kereszteltek meg, vagy nagymamám, egy egyszerű falusi asszony, nagyon sokat mesélt régi dolgokról, világról, például volt Mátraverebélyi Szentkúton, és ott a Szent László ugratásáról. Mesélt nekem, pont 7 éves voltam, amikor olyan befogadó készségű, nagyon a gyermek. És a negyedikes elemista könyvemre is emlékszem, ahol olvashattuk Szent László királynak a cserhalmi ütközetét, ami hát egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a magyar nemzet népünk életében. Tehát az írott hagyomány és a szóbeli hagyomány mindenképpen megerősítő volt. Valahol a lelkembe belefolytak ezek a kis erecskék, és aztán búvópatakként hatottak bennem, és egyszer csak felnőtt fejjel azt vettem észre, hogy 2-3 hetente vonatra szállok, buszra szállok, 80-as, 90-es években, főképp 90-es évekkel közepéig, és hát mennem kell sok felé, ahol Szent László királynak a nyomai még felleletők, ahol még él a nép szívében. Na hát ennyit így bevezetésképpen, és akkor hát fogjunk bele. Miért él Szent László király a nép szívében ilyen elementáris módon, és talán még azt lehet mondani, ez most is, mára is érvényes. Talán induljunk el onnét, hogy Prohászka Ottokár az 1920-as évek elején írja, hogy
hogy miért szeretik annyira a magyarok Szent Lászlót, ezzel kapcsolatban a következőt írja. Nem pontosan idézem, de a lényegét, hogy Szent László király előtt a nép szívében, mondjuk így mitikus értelemben magyar világ egén, ott voltak a régi hősök. A magyar szív, a bátor szív hősei, de ezek még úgymond pogány hősök voltak, Attila, Botond, Jutas, Bulcsú és mások. És aztán Szent László király volt az első a nép életében, amelynek személyében a nép fölismerte önmagát, azt a vitézi, ősi mentalitást, ami jellemezte a mi elejénket, akár magyarnak, akár avarnak, akár hunnak, akár másnak mondjuk. Végre a keresztény élet egén is feltűnt egy, megkeresztelődött a magyar lovagi eszmény. És ez nagyon sokat jelentett a népnek, hiszen addig, ahogy mondjuk Szent László vagy Szent István király legendájában benne van, a fegyelem igájába hajtotta a nemzetet, azáltal, hogy egy keresztény álladalom jött létre, külsődleges volt még ez a keresztényi élet sok tekintetben, és a szíveket keresztényi, bensővé a kereszténység, talán így lehet mondani, Szent László király által lett. Nagyon fontos ez a megállapítás, hiszen onnétól kezdve, Szent László királytól kezdve, például mondok egy egyszerű kis dolgot, ugye tiltották korábban, hogy kövekhez, forrásokhoz, fákhoz menjenek a régi módon istentiszteletet végrehajtani az emberek, és Szent László király valahogy ezt is megkereszteli a törvényében, mert nem azt mondja, hogy tilos, oda soha nem szabad menni, hanem a régi, hagyományos módon nem lehet, ne tiszteljék ott az Istent. Tehát mintegy ez is megkeresztelődik, és létrejön mondjuk így a búcsújárás, azt lehet mondani. Hiszen ott kápolna épül, ott szentmise mutattatik be, és most nagyon egyszerűen fogalmazva, korábban mondjuk a számunkra nagyon kedves, szimbolikus lény a fehér lónak a vérét, most már nem az, aki összeköti eget és földet, hanem a megváltó maga, Jézus Krisztus. És abban a kupában most már az ő vérének kell megjelenni. Lennie, és az ő testét kell magunkhoz venni, nem a korábbi áldozati lakomátnak az ételét. Tehát körülbelül Szent László király személyében ez valósul, meg összpontosul. Persze most itt nem feltétlenül a történeti személyre kell csak gondolni, de mindenképpen ő van a középpontjában annak a úgymond Szent Lászlóságnak, amely végigkíséri az életünket, és van a bekövetkezte óta. Ezért fontos nagyon sok-sok szent személye, hiszen valami ő általa itt jelenvalóvá válik az égiből, a szakrálisból, sajátos módon. És Szent László király ezt adja, megnyugszik valamiképpen általa a néplélek. És ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy rejtett módon, hiszen Szent István király az, aki Európa, világ számára nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a nemzet most már keresztény nemzet. És ezért elsődlegesen őt tiszteljük, mint azt a királyt, aki Krisztusba öltöztette ezt a népet, ezt a nemzetet, illetve az itt lakó kárpát-medencei népeket, de valamiféleképpen azt a harmóniát, amit a kereszténységben is meg kell találni, egy Krisztusba öltöző népnek ezt Szent László király adta meg. Hát ezért van az, hogy bármerre is járunk a Kárpát-medencében, és most főképp magyar lakta területekre gondoljunk elsősorban, majdnem mindenhol találkozunk ővele. Én most talán az egyik legkézzelfoghatóbbat, mondjuk a Gyimesi és a Moldvai Csángó világot hoznám ide először, mert az idő azért szűkre szabott, és hát nem szabad túlságosan igénybe venni melegben a tisztelt hallgatóság figyelmét, de ott annyira minden úgy megmaradt még a legutóbbi évekig is. Noha már Gyimesben is van olyan vállalkozó, aki repülővel repül, de mellette mondjuk az a tankó Irma néni, most csak mondok egy átlagos gyimesi nevet, ő még viszont tudja ezt az örököt, ezt a régit. Hát kezdjünk bele.
Ott Szent László király a, hogy is mondjam, a világ újjáteremtésének a hőse. Azt mesélik el azok a mondák, azok, amelyek fűzérbe is fűzhetőek, és így adnak egy mintát mindig az éppen élő generációnak, nemzedéknek. Képi üzenetek ezek, nagyon fontos üzenetek, mert a nép nem tud másképpen, hogy is mondjam, hagyományozni, mint mitikusan. A népre nem lehet sok ezer emberre, aztán, hogyha az időben nézzük, sok millió emberre, nem érvényes az, hogy úgy ad tovább valami fontosat, hogy na mindenkinek be kell magolnia egy törvényt, mondjuk három oldalas, és akkor azt tovább kell adni, úgy, hogy egy szó sem veszhet el belőle. Így nem tud a nép hagyományozni. A nép mitikusan, azaz magosan. A magban benne van potenciálisan az egész fa, az egész világ. És ezek a mitikus hagyományok, ezek a mondai hagyományok ezt remekül teljesítik, ezt a küldetését ennek. De ott van a táncban, ott van a motivumokban, a varrótasokban, az irodalomban, akkor ott van a fazekakban, mindenhol ott van ez a mitikus hagyomány. Meg kell találnia a kulcsot, és akkor egyszerűen csak az ember észrevesz, hogy ezek rendezik az embert, ezek, hogy is mondjam, az időtlen rendet valamiképpen sugározzák, és segítik az emberben, a saját lelkében azt, hogy ez a rendeződés megtörténjék. Nagyon fontos tehát a közösségi hagyomány. Azt is lehet mondani, hogy a mítosz az felelet az égnek, felelet a Jóistennek, közösségi hitvallás. Hiszen egy nagy isteni színjáték itt a Föld, és ugye zajlik a dráma, mindig zajlik, hiszen mindig vannak gonosz pogány erők, amelyek a világunk rendjét tönkre akarják tenni, de mindig kell, aki hősként, aki példát mutatóként, aki magával ragadóként újjáteremti a világunkat. És ennek a közösségi hagyománynak a magjai azok, amelyeket meg kell szereznünk, ide a szívünkbe hújanak bele, és akkor itt elvégzik azt a feladatukat, amely minket, saját magunkat egyénileg is segít, de a közösséget is segíti fennmaradni. Még egy gyors zárójeles mondatot hadd tegyek. Nincs ellentmondás kinyilatkoztatás és mitosz között, hiszen a kinyilatkoztatásban az üdvözítő pontosan megmondja mindnyájunknak az üdvözülés módját, lehetőségét. A mitikus hagyomány az mondhatni így a közösségnek a fennmaradását szolgálja azáltal, hogy nemzedékről nemzedékre hagyományozza tovább ezeket a fontos igéket, mondjuk így idézőjelbetéve a nép igéit. Na most ilyenek ezek a gyimesi és moldvai történetek is. Most mindjárt bele is fognék egy mondafüzér sorozatba, hogy ne kelljen ilyen elvon dolgokat mondanom, hanem mindjárt következzenek azok a vallomások, amelyet a nép Szent László királyról őriz. Induljunk el onnan, hogy biztos, aki jár Csíksomlyon, és ment át Gyimesbe, az ott megy át a függéstetőn, és ott lát egy borzas nagy hegyet, az a pogány havas. A pogány havas jó sok fenyő borítja még, ami már nem mondható el minden gyimesi havasról. No hát a pogányság egészen odáig a hegytetőig megvolt, az egész világot uralták a pogányok, mondják ott a gyimesiek. És akkor Szent László király jött. És a pogányok elkezdték lőni íjjal, nyillal, vesz, és Szent László király egészen mészorult egy szikla hasadékba. És ott, ahogy állt ott, imádkozott az Úr Istenhez, hogy segíjen meg, és akkor az Úr Isten segített, és feltűnt egy ló Szent László királynak, ugye ez a táltos paripája. Ugye milyen szép jelkép, föl pattan az égi küldöttnek a hátára, és most már nem csak a saját erejével kell űzni a pogányt, most már van égi segítsége is. És ahogy elkezdte űzni a pogányt, hát mit vesz észre? Mindig megsikozott a lova lába. Mit jelent az, hogy megsikozott? Hát úgy csúszott meg. Hát miért? Hát az egész világot ugye uralja a pogány, Szent Lászlónak űznie kell, de hát így nem tudja teljesíteni, hiszen az egész világ egy széttöredezett minőség nélküli, teszem én most hozzá 21. századi értelmiségi nyelven, és akkor mondja Szent László, én Uram, Teremtőm, a kő legyen kő,
a föld legyen föld, a víz legyen víz. Így válott ki a kő, a föld s a víz. Most egy kicsit azért zömítem, hogy haladjunk. Tehát mi történt? A pogány, ugye, amelyik szétrombolt a világot, most már menekülőben van, és már kezd megjelenni a minőség. Most már a kő, kő, a föld, föld, a víz, víz, és Szent László most már egész jól tudja űzni a pogányokat. A pogányok ott a tatár névvel jelenítődnek meg, hiszen a széke, illetve csángó világot évszázadokon keresztül a tatárok tették próbára, az ő pogányságuk az, amelyik mindig próbálta összetörni azt a világot. És ahogy Szent László király halad, egyszer csak hallja, hogy ilyen ma született kis bárányok, borjuk, úgy zúgnak, búgnak, és akkor ezektől még jobban megijedtek a tatáros. Most már együtt űzik őket, Szent Lászlós, ezek a újjászülető világnak a kis lényecskéi, mondjuk így. Ez is milyen gyönyörű, szép jelkép, ugye? És hogy mennek, ha mennek, egyszer csak Szent László király hallja, hogy jönnek ilyen lovas emberek. Hát ilyen, azt mondja Tankó Berta néni, ilyen paraszt, pásztorforma emberek jöttek lóháton, és a lovik nyakában kis csengő szólt. És Szent László király megszólal. Ezek miféle csángatók? És mondja Berta néni, hát innét vagyunk mi csángók. Ugye a csengő is a gonoszűzésnek ősi-ősi kis eszköze, és azok vannak a lovik nyakában, és kiadja Szent László a nevét a csángóknak? Vagy Szent László adja ugye a csángóknak a nevet ebből a csengőszóból, ebből a pogányűző hangból. Ők a csángók. És most már együtt űzik tovább a tatárokat. Ugye a csángók, Szent László király, hogy űzi a csángókkal, nevet ad nekik. Eddig nem volt nevük, ez is a pogány világhoz tartozik, olyan paraszt, pásztorformák, és most már van nevük, most már van nemük, nyilván nem ivarilag értem ezt, hanem ezáltal válnak ők Szent László keresztfiaivá, hogy így mondjam. És űzik a tatárokat, csak hogy mennek a völgy felé, hogy nyilazzák őket be a folyóba, és az a folyóba, hogy esnek bele a tatárok, hát innét van a folyónak is a neve, hogy Tatros. A tatáros szóból. És ahogy leértek a völgybe, úgy űzték őket befele arra, napkelet fele, hiszen nekik, ami keletre van, az befele van a napútja szerint. És ahogy ott vannak azok a nagy hegyek arra, hogy tarogatták őket, mondja Tankó Imre bácsi, tarogatták, űzték, és abban a tarogatásból van a tarhavas neve. Egy földrajztudós azt mondja, vagy egy történész, hogy ez nem igaz. Persze adott szaktudomány mondja azt, hogy a tarhavas azért tarhavas, mert nincs rajta fenyő, sziklakibúvásos, és azért van. Ez is igaz. De a mitikus igazság is igaz. Láthatjuk, hogy miért. És ahogy űzték B Móduvába, hát nagyon szomjasak voltak a vitézek, és akkor Szent László fakasztotta azokat a kis kutacskákat, 100 kutat, és innét van 100 kutvárosnak a neve. Mondja a történész, 100 kut, onnét kapta a nevét, hogy ott Moldvába, Kotnárom, 20 barlád és 100 kuton éltek 100 kereskedők is, akik hát mindenfélével kereskedtek, és ott voltak ilyen központjaik. Ez is igaz, de ez is igaz. És ahogy mennek, úgy Szent László húzta a kardját, s csánódott meg ott a szeret víz. Tehát csinálódott meg, ahogy húzta. És az ma is tetszik ott fenn az égen, és akkor a tejútra mutatnak. Tehát újjá teremtődik a világ Szent László mitikus küzdelme által. És ahogy a tatárokat űzte, már ott voltak a szeretvízibe, oda ütték bele a csapatjuk, és akkor Szent László király mondta, szeretem, szeretem, mármint ezt a diadalmas győzelmet, ezt a vitézséget, és innét van, hogy ezt a folyót ma is szeretnek, szeretvíznek, szeret folyónak nevezik. És ahogy elűzték a tatárokat, ott Szent László király ültetett egy plopfát, egy nyárfát, ugye már román kölcsönszó, egy nyárfát. És ennek a nyárfának 12 lépés volt a kerekje. Megint milyen csodálatosan mesél el, ugye, hogy egy újjáteremtődött kerek, egész lett újra ez a szentséges világ. És erre a fára fölkötöttek egy csengőt. És az, ahogy fújja a szél, hallják a tatárok, akkor nem mernek jönni. Ugye,
A csengő, a harang jelzi azt, hogy itt Szent László világa áll fenn erősen. No, hát összeszedve így füzérbe, ez Szent László királynak Dióhéjban a történetje, ott Moldvában és Gyimesben is. És ennek a világ újjáteremtő küzdelemnek meg is vannak a nyomai. És ezek nagyon fontos nyomok, Szent László lovának a patkó nyoma, Szent László király forrásának, által fakasztott forrásnak a nyoma. Most ezekről is Dióhéjban néhány szót. Egyszer, hát úgy 93 táján, Komját patakán voltam, és elhatároztam, hogy én most bizony megkeresem a pogány havason a Szent László kövét. Amikor megkérdeztem, és azt mondták, a hajt van, akkor egy kicsit elkámpicsorodtam, mert az ehelyt az azt jelenti, hogy 1-2 kilométeren belül megkapom, megtalálom, de a hajt, hát oda kell egy kis elemózsia is. Na hát mindegy, a hajt van, erre rászántam magam. Ja bocsánat, ez még Ceausescu időben volt, amikor még, majd mindjárt mondom, hogy miért fontos ez. És akkor fölmászom a szép havasra, majd a végén arról is pár szót, és akkor ott megyek, és akkor látok egy férfit, egy embert, aki ott a szénát hát forgatja, és akkor köszönök neki, és akkor mondom neki, hogy hát a pogány havason keresem Szent Lászlónak a kövét, hogy hát azt szeretném megtalálni. És azt mondja, na nézze csak, ott látja azt a kicsi, ott van az a rét, ugye? Igen, mondom. Ott, na ott menjen be, ott van egy kicsi ösván, azon menjen csak ott, hol? Hát ott, ahol van az a kicsi borsika bokor, tegnap ott ütte meg a medve a tehenemet, de menjen csak maga, nagyon bátran. Hát igen, nagyon fellelkesedtem, hogy mi fáradt rám, bementem az erdőbe, ugye Ceausescu időben túl voltak szaporodva a medvék, és volt sok vérmedve is, aki ott megcsúfolta az embereket sok esetben, és hát én is minden fenyőbokorban medvét láttam, de a gondviselő valahogy ezeken az utakon mindig velem volt, és mentem, átmentem az erdőn, és akkor ott volt egy tisztás bent az erdőben, na mondom, most már valahol itt kell lenni annak a kőnek, és de hol lehet, hát nem tudom. És abban a pillanatban jött egy csíkszépvízi székelyember, az én emberem, az Úristen küldte, megkérdeztem őt, hol van, na jöjjön csak, és tényleg egy kicsit bementünk az erdőbe, nem sokat, egy 8 métert, és mutatta, egy nagy bugyakő volt. És mondta, hogy na nézze, itt van Szent László lovának a patkaja nyoma, és itt meg ezek a kicsik, ezek itt a Szent László lovának a vizzelési nyomai a kőben. És ez azért fontos, mert a nép, hogy is mondjam, nem prűd, meg nem olyan értelemben túl jól nevelt, hogy ilyet nem szabad mondani egy királlyal kapcsolatban, hanem a természetes élet velejárói ugyanúgy megjelennek ebbe a nagyon fontos, így mondjam, természetfelettihez kapcsoló hagyományban. És akkor szépen elmondta ez a bácsi ennek a kőnek a történetét, hogy aztán innen ugratott Szent László király le Szépvízre, és ott Szépvízen, ott a patak partján volt egy kő, és ott megállott, és azt mondta, így áll lovam, mert ez Szépvíz. És innét lett Szépvíz, Csíkszépvíz községnek a neve Szépvíz. Ugye? Megint nevet ad, keresztel ilyen értelemben Szent László király. És ezért aztán tényleg azt lehet mondani, hogy Szent László világa ott az a havasok innenső és a túlsó fele is. És mit mondott Jáni Jakab, Tankó Jakab bácsi Komját patakán? Hát Péter, amikor én a mámával, tehát nagymamával mentem át Szépvízre, ugye nem a Szerpentinen, ahol az autóút van, mentek át ők, hanem a hegyen át, úgy gyorsabb is volt, még ha nagy kaptatóval is kezdődött. Mert vittünk egy kicsi által vető sajtot a Szépvízi piacra, és akkor azt mondta máma, na gyere Jakab fiam, és ott megállott a kőnél, és akkor ott elmondta neki a Szent László történetjét, a gyimesi történetjét. És ez nagyon fontos dolog volt, mert beavatta őt ebbe a hagyományba, és jöhetett soviniszta, román, nacionalista oktatáspolitika 30-as években, nyomhatták oda Decsebált, meg mindenféle román hőst, addig, amíg ez a fajta hagyományozódás él, addig nincs gond Gyimesbe, addig megmaradnak ők magyarnak, és megmaradnak Szent László népének.
Vagy hasonlóképpen a Bagolykő is őrzi Szent László emlékét Jávárdi patakán, tehát hidegség végébe ott kell kimenni. Na ott is aranyos volt, az utolsó háznál kérek eligazítást, és akkor egy idősebb nénike meg egy bácsika lakott ott abba az utolsó házba, és akkor mondom, hogy hát szeretnék fölmenni oda a Bagolykő, meg hát előtte egy esztenán Mónus Berta nénit megkeresni. És akkor jöjjön be, hát ugye az a természetes vendégszeretet, és akkor maga pesti, hát ugye majdnem mindenki pesti, aki Magyarország oda kerül. Hát tiszteltetjük Antal Józsefet, nagyon remek ember, mondták úgy. Tehát ők ott abban az időben, 91 tájékán, van érdekes volt, a híreknek mindig a lényege jutott el, nem tudták a részleteket, nem is izgatta őket, az ő világukat az úgy nem érintette, de úgy valahogy lelkileg megérezték, hogy Magyarországon ugye a változások csak eredőjét tekintve jó irányba indultak, és azt mondja, hogy hát tudja, ki szállt meg itt nálunk legutóbb? Hát mondom, ki? Hát igaz, volt az már 30 éve. Ismeri a Martin Gyurkát, Andrásfalvi Bercit. Na hát ugye akkor azok voltak olyan fiatalok, mint én a 90-es évek elején. Na hát ők is ott szálltak meg, és akkor mentem tovább, és akkor megnyugtattak, hogy ebbe az erdőbe csak hangyászmedve él, nem kell attól félni, hogy fölfal egy medve megcsúfol. Na, fölmentem Jávárdi patakára, és ott volt Berta néni, egy csodálatos asszony, hagytam, hogy egy nénike nem ment férhez, 500 tojás hímet tudott körülbelül, nem is tudom mennyit, és hagytam 3 napon keresztül esténként csak beszélt, még a sajtókat elkészítette, utána este beszélgettünk, és majd csak a 4. nap vettem elő a magnómat. Nos, ez a Berta néni egy élő gyimesi hagyomány volt, és meglátogatta őt, a testvérének az unokája, Lóri. Hát ő olyan volt, mint Ábel. És akkor mondta a Berta néni, meg Lóri, hogy na holnap elmegyünk a Bagolykőre, Szent László nyomát megkeressük. Lóri, a 12 éves benfentes, jól ismeri azt a világot, mondta le, Péter, kétféle esztena kutya van, azok ugye mindig éhesek, mert amit fognak, azt mondjuk vadásznak, azt megehetik, vagy esetleg kapnak savót, ami a legutolsó terméke a sajtkészítésnek, tehát örökké esek és védik a területüket. Kétféle esztena kutya van. Az egyik az pálcás, a másik köves. Na hát így is történt, a pálca az botot jelent, fölszerelkeztünk kővel, meg pálcával is. Átmászunk egy ilyen kertem, ugye ott úgy meg vannak osztva azok a legelők, illetve kaszálók, és akkor egyszer csak jön egy esztena kutya. Hát az pálcát! Elkezdem pálcával, kustinye, 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 a kutya az nem hallgat rá. Ez nem pálcás kutya, mondja Lóri. Akkor elkezdtük dobálni, és akkor szépen a kutya hallgatott az okos kőre, és mi tovább tudtunk haladni. Na hát így haladtunk, hol pálcás kutya, hol köves kutya, hát visszaszorításával, és elérkeztünk a Bagolykőhöz. A Bagolykő tényleg olyan, mint egy bagoly. A füle, a tollfüle, meg a tollai ott a fejebubján, azok fenyőfák, ekkorának látszottak. Hát mondom magamban, hogy fogunk ide mi fölérni, de hátul aztán Lóri vezetett, ment elől, szépen a lankás volt, föl lehetett menni a bagolynak a kobakjára. És Lóri rohan előre, és akkor szépen ott beleül egy has, egy ilyen kis mélyedésbe a sziklába. Na, azt mondja, ez Szent László király, bocsánat, így kell mondanom, segge nyoma. Ez meg itt a kabalájának, milyen szép ősi szó, a kancájának a nyoma, itt meg a kicsi csitkónak a nyomai vannak, és tényleg ott voltak ezek a patanyomok. És akkor Szent László innen ugratott át Pogányavasra, és onnét szép vízre, mondták ők. És tényleg leültünk oda, és azt mondja Lóri, itt olyan jól érzem magam. És tényleg jól is érezte magát, lefényképeztem a nyomokat, és nagy boldogan, hát mentünk vissza az esztená, vagy a, igen, a kaibához. Na, aztán még egy gyimesi nyomot hadd mondjuk, hogy él tovább kőben, jelben Szent László király. Amikor hosszú őszre volt kilátás, akkor a gyimesiek elmentek a Békás szorosba, és ott élt egy ember,
aki meg tudta mondani, hogy hosszú lesz-e az ősz, vagy rövid. Ha hamar jön a tél, akkor nem érdemes kibérelni a székelyfalvakból a havasi legelőket, mert akkor ugye hamar leesik a hó, és akkor az nem éri meg. Hanem, ha hosszú lesz az ősz, akkor viszont érdemes, és akkor még ott sokáig ott legelhetnek a tehenek. De ezt hogy tudták meg? Az a békási öreg ott a békás szorosban egy helyen, ott is volt egy Szent László nyom. Oda ő beleállt, és fölnézett fölfele, és ahogy a havasi gerinc, ott ment az ég alján, ugye a hegynek a felső gerinc része, és ott megnézte, hogy az esthajnal csillag, illetve a gerinc között mekkora távolság van. Én ezt nem tudom megmondani, hogy ezt most miért van így, de így volt évszázadokon keresztül, és akkor az a békás öreg azt mondta, hogy mondjuk, béreljétek ki a falvaktól, tehát a falusiaktól, a székelyektől, mert ugye Gyimesben nem falvak vannak, hanem patakok, nyugodtan béreljétek ki a legelőket, mert itt a Szent László kőből látszódik, hogy hosszú lesz az ősz. Na, hát... És azok az emberek, akik ebben a világban élnek, számukra ez elfogadott tény, elfogadott igazság. Ők ennek tudatában élik a mindennapjaikat, és számukra így válik szent, és a hétköznapja természetes, illetve a természet feletti egy szerves egységgé. Na, Szent László királyról akkor menjünk tovább egy picit a dimesi és a székely hagyományból, menjünk egy kicsit tovább napnyugat felé. Most elkezdek rövidebb kis történeteket, illetve emlékeket mondani, de talán ezek is bizonyítják azt, hogy Szent László király mennyire otthon van, jelen van, észrevétlenül, csendesen a mi szívünkben, a mi népünk szívében. Ugorjunk egy kicsit vissza, mondjuk menjünk el a tordai hasadékhoz. Azt megint tanítják a tankönyvek, de milyen csodálatos szépen mondják el a teljes legendakört, mondakört az ott élőek, az aranyos széki székelyek. Szent László királyt űzték a pogányok, ott a kúnok nevében testesül meg ez a pogány erő. És akkor Szent László király kérte az Úristent, hogy segítse meg, és akkor ahogy ugratott Szent László király, a föld ketté válott, Szent László király átugratott a túlsó felére, és a pogányok meg itt maradtak ennek a világnak a felén. A sziklának ezen az oldalán, vagy más formában, más változatban leestek oda a szakadék mélyébe. És akkor Szent László király nagyon meg volt szomjúhozva, elment az ereje, és akkor ott talált egy helyet, a lova is odament, Szent László király kérte az Úristen, segítse meg, és a kardját belédöfte a földbe, és a ló is, ahogy oda dörgölődött a földhöz, egyszerre csak fakadt föl az a víz. És ott tényleg meg is látszódik nem messze a tordai hasadék és a turi hasadék között van egy forrás, és ott tényleg a forrásvíz úgy tör föl, hogy mintha lónak az orrá lenne oda belenyomódva, meg ott van a másik is, a kardjának a szúrási helye, és ott tör föl a víz. És milyen érdekes, hogy egyszer pont akkor jártam ott, amikor ott robogott el szekérrel egy ember, oda ott nem ment tovább, megállt egy pillanatra, oda fordult a szekerével a forráshoz, és a ló pontosan ugyanúgy, ahogy mondjuk a nép a mondába elmondja, ott ivott abból a vízből. És akkor Szent László tudta tovább űzni a pogányokat. És akkor Szent László királyt itt pont fordítva újra űzni kezdték a pogányok. És akkor megint ugratott egyet, és akkor így válódott ki a turi hasadék. És aztán még van egy kicsi, a harmadik, hiszen háromszor kell a próbatételen átesni. A kiscsányi hasadék, erről nem nagyon tudunk, az ott román falvak vannak már, és ott a harmadik után aztán Szent László király már végleg legyőzte a kúnokat, és aztán utána azok eltakarodtak. És akkor itt mindenhol az aranyos szék környékén, illetve Kalotaszegen is a földkivúvásokban ott van a Szent László pénze, a nummulitok.
Ezeknek megint a történetje olyan, hogy vagy Szent László király katonái űzik már a pogányokat, de hát ugye azok eldobálják az aranyat, és akkor a vitézeknek hát a harci szelleme egy kicsit alább hagy, és akkor Szent László imájára azok kővé válnak, vagy pedig őket üldözik, és akkor az elhajított aranypénzeket, amikor fölveszik a kunok, akkor válnak kővé. Ott is Szent László király nyomában jár, kell tehát mindenki, ha ezt a mitikus hagyományt tekintjük. És milyen érdekes, még azt is hozzáteszik, bizonyos falvakban gyűjthető hagyomány, hogy Szent László, amikor ugratott át a tordai hasadékon, akkor a kalapjában egy rozmaring volt. Milyen szép, csodálatos jelkép, nem? Szent László király, hogy ugrat, ő az új világnak mondhatni egyszerre a vőlegénye, és egyszerre a vőféje is. Hiszen ez a rozmaring, ez valamiféleképpen arra mutat, hogy itt most egy új világ kezdődik, egy új nász kezdődik. Az, aki esetleg korábban kisboldog asszony tisztelte, innétől kezdve már Máriát, az Isten szülő anyát fogja meglátni abban, ami korábban esetleg számára kisboldog asszonyt jelentett. És itt elérkezünk egy nagyon fontoshoz, imához, népi imádsághoz, amelyet Erdélyi Zsuzsanna gyűjtött, mert ebben benne van minden, tulajdonképpen, amit az előbb elmondtam. Ég szülte földet, föld szülte fáját, fája szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte Szent Anna virágját, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte a világ megváltóját, Jézus Krisztus Urunkat. Amen. Ebben a világban benne van népünknek a teljes léte, hiszen a teremtéssel kezdődik ez az imádság, és Jézus Krisztusig jut el. És nincs benne úgymond cezúra vágás, tehát nincs, a nép nem úgy hagyományozza az életét, a tudását, a hitét tovább, hogy most ideológikusan, hát most, hanem a fa elkezd termést hozni, de az megtulajdon nevesül, hogy így mondjam, ilyen csúnya szóval, és ennek a fának a gyümölcse Jézus Krisztus lesz. Ez a mi fánk, ez a mi világfánk. Ugye minden népnek szükséges valahol a teremtésbe bekapcsolódnia, ezt mondja el, amíg a fáról van szó, de aztán Jézusba kell öltözni. Jézus lesz az, aki összeköti ezt a világfát az éggel. És ő adja azt a termést is, azt a gyümölcsöt is, ami minket éltet, ami által mi Krisztusba öltözötteként élünk most már. És milyen érdekes, hogy a mai világban, amikor folyik az útkeresés a 40-50 éves materialista és, hogy mondjam, ateista ideológia után, olyan érdekes, gondolom, itt is önök is tapasztalták azt, hogy minthogyha ezt a világfát valahogy meg kéne megismétli egy olyan ember, aki újra az Isten világát szeretné élni az életével, de valamiféleképpen kiesett a hagyományból, akár az egyházi hagyományból, és nagyon sokan vannak a mai világban olyanok, ahol akik valahogy még ott kezdik, hogy visszamennek a Krisztus előtti korokra, és mondjuk Szent István személyét negatívként tüntetik, vagy élik meg, és úgymond, hogy is mondjam, ősködők. És csak egyelőre még ott tartanak. De én azt mondom, hogy ők valami a saját életükben valahogy megismétlik a nemzetünk, a népünknek az útját, és ha segítjük őket, talán egyszer ők vagy a gyermekeik újra eljutnak az élő, valódi Krisztus hitre. Tehát én egy darabig nagyon kritikusan szemléltem azokat, akik nem tudnak eljutni Szent Istvánig, illetve utána való keresztény korba, és azt nagyon negatív perspektívában látják, hanem csak az aranyidőkről beszélnek. Őket szerintem segíteni kéne, na még tovább, valahogy úgy, ahogy a jezsuiták a dél-amerikai indiánokat öltöztették Krisztusba, hogy meg lehet tartani a régi szokásokat, hagyományokat, de mindennek Krisztusba öltözöttnek kell lennie. És akkor nyilván az, ami nem, ami fattyúhajtás, az levágódik erről a világfáról. Na most ezek az ősködők valahogy a mi világunkban úgy vannak, hogy lehántanák erről a világfáról, most az élő
élő valódi biológiai fát nézzük, mint a lehántanák, nem kellene nekik ennek a fának az utóbbi 1000 év fája. Na most nyilván így fa termése, nyilván így ez a fa elpusztulna. De van egy másik vonulat is, akik meg azt mondják, hogy minden, ami Szent István király előtt van, az babonaság, és azt ki kell dobjuk egy az egybe. Ilyenek is vannak, van ilyen vallási felekezet is, aki ezeket a régi szép ősi hagyományainkat hát maximálisan elvet, és azokat a könyveket akár meg is kell semmisíteni. Ideológikusan szemléli azt, amit a népünk nagyon természetesen él meg. Elmondtam ezt az imádságot, és valahogy ez ennek az egésznek a lényege. Ha csak azt nézzük, ha elvetnénk azt, ami Szent István előtti az életünkből, vagy mondjuk így Szent László előtti az életünkből, akkor ezt a fát azt lehet mondani, hogy odvasítanánk. Akkor hogy bírja ki? Akkor megszakadnának a gyökérrel való kapcsolatunk. Akkor hogy bírná ki az élet viharait ez a fa? Tehát szükségünk van az egész világ fára. Hiszen ahogy a fát is táplálja, a föld táplálja a múlt, bennünk is úgy van, hogy a fa az nem mögöttünk levő valóság, hanem az mi vagyunk. Minket a múltunk alattunk van. Minket kell, hogy tápláljon a múlt. Miért? Azért, mert ezen a világfán mi vagyunk az éppen meglévő zöldek, levelek, gyümölcsök, virágok, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt a világfát éltessük. Van mindnyájunknak egy személyes kora, mint a levélkének tavasztól őszig, aztán lehullunk, ugye? És valahogy már utána másképp segítjük ezt a fát. De ugyanakkor fakorúak is vagyunk, tehát felelősek vagyunk nemzetünkért, népünkért. Nekünk az a feladatunk, hogy ez a fa tovább éljen, de úgy, hogy megkössük az égi fényt, ha most maradunk továbbra is a fa allegóriánál. Meg kell kössük a fényt, ki kell tárnunk ezt a fát, mondjuk így az ég felé, a fény felé, hogy Jézusi gyümölcsöt hozzon, ahogy ez a szép imádság ezt elmondja. Nos, Szent Lászlónak a mítoszai, mondái, a nép szívében élő Szent László legendák pontosan ennek a fának a magjait jelentik. És ezek a magok azok, amelyek aztán nemzedékről nemzedékre kicsiráznak a lelkünkben, és akkor ez a fa, ami egyszer a mi személyes fánk is, de egyszerre a nemzetünknek is a fája, népünknek is a fája, élni fog tovább. És az a csodálatos a kegyelemben, hogy lehet agymosást végrehajtani nemzedékek során, de lehet elszakítani embereket a múltjuktól, és hányan vannak a mi körünkben, és akik mondjuk így a hollywoodi sztárvilághoz sokkal bensőségesebb viszony fűzi őket, mint a saját múltunkhoz, mert a saját múltunkhoz kívülről tekintenek már, leestek erről a világfáról, és számukra már a fa sorsa majdhogy nem indiferens, közömbös, nem érdekli őket. De milyen érdekes, hogy azért ez nem olyan, mint a biológia, erre a fára mindig valahogy van visszaút, és ez a kegyelem, ez a természet feletti kegyelem, amelyik ebben segít minden egyes embert. És ehhez kellenek az olyan egyházi emberek, mint Gyuri atya, akinek az élete során a Mogyoródi szolgálatával is valamiféleképpen Szent Lászlónak a megjelenése, meghívása és Szent Lászlói küldetésnek a jelenvalóvá tétele valósul meg. Hiszen gondoljunk bele, főképp erdélyi meg felvidéki templomokon, de már itt a kis Csonka országban is több helyütt ugye megtalálható a Szent László falképsorozat. És ez nagyon sok helyen úgy van, hogy először egy várból indul el Szent László király, ez a képsorozat első mozzanata, és ott több helyen is egy püspök az, aki Szent Lászlót útjára bocsátja, hogy a küzdelmet vigye végbe. És ezek a Szent Lászlók, ezek mi kell, hogy legyünk, mi nekünk kell ezt a Szent Lászlói utat, küldetést a saját életünkben megvalósítani, hogyan? Ugye képzeljük most magunk elé egy régi szép erdélyi, mondjuk székely templomot, ahol ott van a Szent László falképsorozat. Szent László ugye kijön a várból, püspöki áldással és papi áldással, és elkezd űzni a kunt, ismerjük jól, és a végén van egy nagy küzdelem, egy páros küzdelem, amely nagyon sokszor mutatja azt, hogy is mondjam,
valamiféleképpen keresztényi világban egy táltosi küzdelem zajlik le, és a végén úgy tud Szent László nyerni, győzni, hogy a megmenekített szűz a bárgyával a kunnak a horgasinába vág, és akkor ez dönti el végképp a küzdelmet, és akkor nagyon sokszor az van, hogy fejbenézéssel Szent Lászlót a lány ölébe pihentetve fekszik, a lány pedig ránéz, és az Anjou legendáriumban aztán a következő kép az, hogy ez a szűz már Máriaként jelenik meg Glóriával, és már ilyen köpenyes módon. Mi zajlódik itt le? Én azt hiszem, hogy a magyar világban a megváltás üdvrendje válik jelen valóvá ebben a képsorozattal is. Hiszen gondoljunk bele, egy hegyen játszódik, mint ugye a Golgotán, ugye ott történik a megváltás. Itt is a hegyen, Cserhalom tetején zajlik ez a küzdelem. És ki a kun? Én azt hiszem, hogy ha a dolgoknak a történet legmélyére ásunk, a kun is mi vagyunk. És Szent László is mi vagyunk. Mondjuk így egyszerűsítve, hogy az a kun is a mi keleti énünk, a mi régi énünk, a idejött énünk. És ugye mondja Jézus is, hogy aki elveszíti érettem életét, azt találja meg azt. Most nekünk is ezt a keleti énünket, ezt a ősi mi voltunkat kell föláldoznunk, hogy megtaláljuk aztán ugyanezt Szent László királyban, de már keresztény módon. Tehát valamiféleképpen én úgy hiszem, hogy ez ennek a cserhalmi ütközetnek a fő mondandója, hogy ott föláldozzuk a mi legszázszázalékosabb magyarságunkat, mi voltunkat, de pont ez az áldozat hozatal teszi lehetővé, hogy aztán természet feletti módon, csodálatos módon, keresztény módon Szent László királyban ez tovább éljen. Tehát a kun nem egy zsánerképről van szó. A kun nem azért van, hogy na most egy, mondjuk így egyszerűen egy lányt, egy nőt szerezzen magának, és élhajhászkodik ott, hanem a kun is a maga világának az áldottságát próbálja megszerezni, azáltal, hogy a szűzet elrabolja. De az a régi módon történne meg. Ott még mondjuk így a régi szójárással, hogy a kisboldog asszonyt akarja kicsempészni a magyar világból, de mi már tudjuk Szent István óta, hogy már ott most már a mi felek harcitétjében a magyar harcitét ott már Mária, aki ebbe a világba szüli a Jézusát. És Szent Lászlónak ezért kell ezt a szűzet mindenképpen megmenekítenie. Mondok egy példát, hogy ez jobban megértsék és megérintse önöket. Egy csuvas rokon népünk, a csuvasok törökös nép a nyelvüket tekintve, amikor ott nagyon aszályos, rossz idő volt, kisültek a legelők, kánikula volt, pusztultak az állatok, kiapadtak a források, a kútak. Mit csinált egy csuvas falu népe? A legderekabb legényt fölöltöztették, meg hát mondták neki, hogy öltözön föl úgy, mint ha vőlegény lenne. A falu véne, bölcse, az meg fölöltözött úgy, mint ha vőfé lenne, és mindenki ünneplőbe öltözött, és mint egy násznép elindultak szekereken. És mentek addig, amíg nem találtak egy olyan helyre, ahol csobogott a forrás, zöld volt a rét, állatok jól lakottak, gyümölcsfáktól roskadoztak mondjuk a fák. És akkor azt mondták ennek a legénynek, na szállj le és hozd el a mennyasszonyodat. És akkor leszállt, elkezdte föllapátolni a földet, füvet tépett, forrásvízből merített, és így ennek a világnak mondjuk így az áldottságát, vagy mondjuk így a föld kis asszonyságát próbálta megszerezni, mint mennyasszonyát, és elvinni oda, ahol ők laktak. Ez egy nem keresztény, ősi, mágikus eljárás volt, de úgy érezzük, hogy itt miről van szó. A saját világuk áldottságáért voltak hajlandók erre, és ezt észrevette a megrablott közösség, akkor bizony nagy csetepaté került és verekedés, és nem engedték ezt. Na, hát a kun is valamiféleképpen a saját kun világának az áldottságát szerette volna így megszerezni, de Szent László ezt nem hagyta, mert most már a felek harci tétje, most már az,
a Kunét elmondtam, és még egyszer ismétlem, hogy nálunk pedig az, hogy ez a kisboldogasszony, ez a boldogságos Szűz Mária, akinek ide ebbe a világba kell szülni a Szent Fiát, Jézust. És ez történik meg, ebbe ezt eleveníti fel minden búcsújáró kegyhelyen, de mondhatjuk így minden szent misében keresztény, katolikus népünk is. És nem csoda, hogy tehát a régi áldozati helyeken, ahol forrás, szent kút volt, vagy egy szent, most olyan értelemben szent fa, amelyik annak a világnak a közepét jelentette, ott Szent László után kialakulnak a búcsújáró helyek. És milyen sok olyan hely van, ahol Szent László lova által fakad fel a víz, a forrásvíz, és épül oda a templom. Itt van Mátra Verebély Szentkút. Ott is a kunokkal történő pár viadal okán jár arra Szent László, és ugrat át a Szent László ugratásán, és tikkadt katonáinak három karcurással, meg a lova patája nyomán fakad fel a víz. Abból iszik a csordás néma gyereke a Szűz Mária megjelenése után, igyon és akkor elkezd beszélni. És oda fejlődik ki a környék, a palotság és a környéknek a legnagyobb búcsújáró helye, ahol csodák történnek. 1701-ben Kuruc szabadság harc előtt 2 évvel megjelenik Mária. Egy aranykeresztet látnak évszázadokon át a vízben, a forrásban. Nem ezt meséli el ez a jel is? Aztán egy tisztátalan lélek által tűnik el onnét az aranykereszt. De mondhatnám azt is, hogy Debrődön, Jászó mellett ott is Szent László király űzi a pogányokat és ugrat át, és az a szakadék a szádelői völgynek, az a csodálatos szurdoka, az is akkor keletkezik, akkor nyílik ki újra, amikor Szent László ott ugrat át. És mikor zárodott be? Attila után. Oda zárták be Attila kincsét, hogy a helyi 4 székely eredetűnek magát valló falu népe mondta, és Szent László királynál újra kinyílik ez a völgy, és ahogy ott ugrat át, és akkor ott újra fakasztja a forrásvizet, ahova búcsújáró népek járnak föl, és amikor a legsötétebb volt a kommunizmus 1949-51 tájékán, akkor ott van egy asszony, aki látomásba részesül, és elkezdődik oda a búcsújárás, és mondták, hogy ott magyar Fatima lehetett volna, hogyha nem söpri el, aztán néhány évvel utána a búcsújárást a kommunista diktatúra, és azóta is járnak oda az emberek, de valahogy nem szökkent úgy szárba. De él Szent László azokban az emberekben is, azokban az embereknek is a hitében ott van. Vagy ugyanez elmondható Mecsekben is, Püspök Szent László, ott is Szent László fakasztja a forrást, és például ott talál menedékre Mindszenti, vagy oda száműzik Mindszenti, de mégis ott az egykori Pálos Kolostornak a biztonságos menedékében és biztonságában mégiscsak egy kis felüdülés nyer a Golgotája során. És Alföld, Gyuri atya Alföldön szolgál, úgy tűnik a török járás kiirtotta ott is a hagyományokat, de még sincs így. Gyorsan mondanék egy kis történetecskét, ott gyűjtötték a Tisza mellett egy faluban. Szent László király jár arra, és ott egy öreg emberrel találkozik, aki valahogy odason fordál a királyhoz, és mondja neki, uram, királyom, nem ismerszek, régi vitézed voltam, de már régen már nem vitézkedem. Jól esik az embernek oda menni a vezéréhez, ugye, amikor már obsitos öreg katona, valahogy föleleveníteni a régi szép időket, és Szent László megismeri. És akkor azt mondja az öreg ezután, amiután kialakul a vidám, derűs hangulat, hogy uram, királyom, nem adnád nekem oda ezt a jó harci ménedet? Olyan jó hasznát tudnám még ennek venni. És akkor mondja Szent László király, neked adom, ha el tudod mondani a mi atyánkot úgy, hogy közben nem gondolsz semmire másra, csak az imádságra. Ugye? Nem szabad-e világi dolgokban az imádság során elmélyülni? Na, megpróbálja katona, és elkezdi mondani a mi atyánkot. És amikor odaér, hogy szabadíts meg a gonosztól, na most mire gondoltál?
És hát ugye egy becsületes katona az nem hazudhat. Hát uram, királyom, megvallom neked őszintén, arra gondoltam, hogy valójában a ló szerszámzatát is odaadod-e nekem a lóval. Úgyhogy nem állta ki a próbát, a vitéz nem kapta meg Szent László királynak a táltos paripáját. De még olyan helyen is, ahol már pusztult a magyarság a történelmi viharai során, még ott is él Szent László királynak az emléke. Deliblát, ez a magyar sivatag volt ebbe a magyar hazába, és ott, ha találnak a homokba, megkötött homokba régi nagy állatcsontokat, akkor azt mondták a szerbek, a románok, akik ott élnek, hogy Szent László király járt itt, és ugye katonáinak nem volt mit enni, ismerjük a történetet, és akkor szelíd szarvasok, szelíd vadtulkok jöttek oda, mármint azért szelidültek meg, mert király imájára, kérésére, és az annak a lakomának a maradványai, azok a csontok. Zárásképpen, mert már látom, hogy Katalin fölállt, még egy gondolatot hadd mondjak. Nagyon sok oltárunk olyan a Kárpát-medencében, de fönt a Tótságnál is, lent a temesi németeknél is, és körbe kereken a Kárpát-hazában, hogyha ránézünk az oltára, középen ugye a tabernákulum fölött ott van Mária a kis Jézussal, és ránézés bal oldalt van Szent István király, ránézés jobb oldalt Szent László király. Ez mondhatni így, hogy a üdvözöllek Magyarországonnak a szakrális megfelelője, hogyha jött valaki ide a Kárpát-hazába, és bement a templomba, akkor ebből egyből tudta, hogy Magyarországon van, mondjuk így a Szent Korona országában, a boldogságos szűz országában, amely országnak ő a király, égi királynője. Most mit jelent ez a mi életünkben és történelmünkben? Ezt elmondom még, megpróbálom 10 mondatban. Ugye az oltár az valamiféleképpen a túlvilág itteni megfelelője. És ezt azért is mondom, mert ugye ott van az oltári szentségben Jézus. És amikor az oltárnál egy kikerülést hajtunk végre, vagy felmegyünk úgy, mint Csíksomlyón, akkor tulajdonképpen valamiféleképpen dramatikusan azt is eljátsszuk ezzel a cselekménnyel, hogy mi a túlvilágba, az égi világba megyünk. És ez az egész magyar sors is. Ugye fordítottja van a túlvilágnak, hogyha itt ábrázoljuk ebben a világban, akkor fordítva kell megmutatkoznia. Ez egy ősi beidegződése az embereknek. Tehát mi történik? Szent István király az, és nagyon sokszor úgy van, hogy ő odafordul az oltárán lévő Madonna szoborhoz, vagy térdel, és a koronát tartja, vagy odafordul. Szent István az, ugye mindnyájan vajkok vagyunk, aztán Krisztusba öltözünk, és Szent István világban élünk tovább, és ő az, aki avval a felajánlással az egész Kárpát-hazát, mindenkit, aki itt él, fölajánl, a Mária oltalmába tesz, ajánl, és ez van a bekövetkezte óta. Tehát, és miért történik mindez? Hogy megszülessék az, akit Mária a karján tart, a kis Jézus, hogy mi Krisztusba öltözünk, ne vajkok legyünk már, hanem Szent Istvánok. És akkor odafordulunk Máriához, ez történt a történelmünkben is, és ahogy középkorban Szent Lászlót Mária választott vitézének címzik a himnuszban, utána az történik, hogy Mária tehát küldi választott vitézét, Szent Lászlót a világba, hogy mint Gyimesben és Moldvában, hogy említettem, üzze ki az országból a pogányt, a kunt, a tatárságot, a bűnt, ez azt hiszem, hogy érthető. Tehát ez történik minden búcsújárás alkalmával is. Oda megyünk vajkokként, odafordulunk Máriához, Krisztusba öltözünk, és amikor Krisztusba öltözöttel eljövünk onnan, kegyelemmel fölvértezve, akkor Szent Lászlóként térünk vissza a világunkba, a mi saját világunkba, ahol meg kell hát vívnunk azt a küzdelmet, hogy azt pogánytalanítsuk és elűzzük a világunkból mindazt, ami számunkra hát tönkreteszi a világot, nemtelenni, minőség nélkülivé, összetörté, amorfá teszi. Nem ragozom tovább, azt hiszem, hogy érthető ez így. Ez tehát minden, ez megjelenik tehát a évszázadok során a történelemben is, megjelenik a személyes életünkben is, erre a legjobb példa talán még egyszer mondom a búcsújárás, de ezt naponta otthon a mi világunkban is, saját kis lakásunkban is meg tudjuk tenni.
Hát ezért él Szent László király a nép szívében, hiszen a nemzetnek a szakrális létezését segíti elő, hogyha mi az ő nyomába járunk. És az ő nyomába járunk, akkor abból a holt élettelen kőből is víz fakad, élet fakad. Hát itt jó éjben ennyit, és bocsánat, hogy túlzottan igénybe vettem a türelmüket, de nagyon nehéz 45 percben egy olyasmit elmondani, ami hát tényleg nagyon-nagyon soká ragozható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!